1749. Nem egy születésnapi gyertya és nem is egy évszám, hanem ennyi könyvet olvastak el idén alsótagozatos diákok a Vécsey utcai fiók könyvtárban Nyíregyházán. A minden korábbi rekordot megdöntő lelkesedés az Olvasó Létre elnevezésű programnak köszönhető, amelyben 21 különböző általános iskola diákjai vettek részt. A versenyzők közül 299-en jutottak el az Olvasó Létre legfelső fokára, amiért cserébe oklevelet és ajándékkönyvet vehettek át. A versenyt eredetileg B. Mikula Edit álmodta meg, azóta az országos könyvtári mintaprogramok közé választották. 3 éve dolgozom, mint pedagógus, tehát én 2 éve ismerkedtem meg Editkével, egyszer 3. osztályosokat hoztam, egyszer most pedig elsősöket. Most voltak a legnagyobb létszámmal, hiszen őket ugye már nullától kezdve én tanítottam. Igazából nagy munkát pluszban nem jelent, mert csak egy nagyon jó személyes példamutatásra van szükség szerintem, meg a lelkesítés, a folyamatos lelkesítés. Ebben ugye a pedagógus nagyon jó példa, valamint ugye a könyvtáros is Editke, aki nagyon cuki és nagyon szeretik a gyerekek. Ezen a falon azoknak a diákoknak a rajzai láthatók, akik tovább jutottak az Olvasó Létre első létrafokán, vagyis már nem csak a hangos olvasási képességüket bizonyították, de le is tudták rajzolni az olvasás során átélt történeteket. Ez arról szól, hogy azok a gyerekek, akik megtanultak olvasni, azok egy picit begyakorolják, és ez a tulajdonképpen nagyon egyszerű olvasás, amit még ők tudnak, tehát hogy összetudnak olvasni szavakat, mondatokat, ez begyakorolódjon, egyre gyorsabb legyen, és átforduljon értő olvasásba, amikor már örömet jelent az olvasás. Erről szól ez a kicsit közösségi, kicsit olvasóvá nevelés, kicsit utánpótlás program. Mivel a Vécsey utcai fiók könyvtárban aligha fért volna el 300 diák egyszerre, a könyvtár vezetése 3 csoportra bontva osztotta ki az ajándékokat. Ez a második átadásunk, 3 ilyen átadás van a mai napon, 100 gyerek. Itt megköszönjük a pedagógusok, a szülők munkáját és a gyerekek csodálatos teljesítményét. Kiosztjuk mindenkinek az oklevelet és az ajándékkönyvet, amelyet ezek a gyerekek megérdemelnek. Majd pedig Maticás Laci kedves csemegéjével, csoki tortával ünneplünk. Maticás Laci az egyik legnépszerűbb olvasmány az olvasólétrás gyerekek körébe. Ő nagyon szereti a csoki tortát, minden évben ezzel ünneplünk, ezzel vendégeljük meg ezeket a gyerekeket. Az idén 9. alkalommal megrendezett Olvasó Létre programban a Jókai Mor református általános iskola diákjai voltak a legaktívabbak, és a győztes osztály is innen került ki.